Sziasztok, én Alcatraz vagyok, és ez itt egy Sony Vegas tutorial lesz. Hogyha ti is szeretnétek ilyen videót vágni, vagy akármilyen felhasználásra szeretnétek használni a Sony Vegas-t, ez egy alapszintű tutorial videó lesz. És megnyissuk a Sony Vegas-t, nekem a 13-as verzió van meg. Ne kérdezzétek, honnan töltöttem le, mert ugyebár én nekem van egy külön torrent oldalam, de ha van enkorotok, azt onnan bármikor megszerezhetitek. Na és akkor itt jön a fontos része. Először is az lesz a legfontosabb, hogy milyen fájlt akartak ide betenni. Tehát nem fogod el akármilyen fájltípust, inkább az ilyen MP4 és AVI formátumba. És ehhez ajánlom nektek a Fraps-et. És a Fraps-el könnyen fel lehet venni. Most itt van egy kis rész, ez még nem került fel a csatornára. Be is rakom. Tehát itt van nektek egy nyersanyag. Ugyebár a méretarányokkal látjátok, hogy van probléma. Rámentek ide, és itt beállítjátok a YouTube-hoz megfelelő szintet, ami nem más, mint az 1280x720, és innen bármelyiket beállíthassátok, mondjuk ezt. Leokézzátok, és láthatjátok, hogy itt egy kis probléma van. Ha nektek is van ilyen problémátok, erre nekem is kellett egy jó idő, mi megtanultam, hogy kell ezt megcsinálni. Ide rámentek jobb gomba, kiválasztatok, jobb gomb, Properties, Media, és itt lesz egy olyan, hogy Windscreen. Erre rámentek, leokézzátok, és kész is van. Tehát így nagyjából a beillesztés, meg ilyesmi, ez ennyi. Na és ez alatt a videó alatt nincs hanganyag, szándékosan nem vettem hozzá hanganyagot. És itt van nekünk egy nyersanyag. Tehát ti szeretnétek valami szöveget rátenni a videóra, akkor egyszerűen ide mentek. Videótrack, itt megnyitott nektek egy videótracket. És oda, ahol van ez a kis bigyusz, oda teszitek, hogy hova akarjátok a szöveget, mondjuk ide beírjuk, hogy kijön ez a kis szöveg. Már is kijön, és akkor ide beírjátok, hogy mondjuk tutorial. És láthatjátok, hogy nem annyira látszik jól. Mondjuk ezt átállítom feketére. Legyen fekete. És még mindig nem annyira látszik, de itt egy kis trükköt alkalmaztok. Ide rámentek. Legyen piros. És már is jobban látszik. Tehát ezt ajánlom nektek, így lehet játszadozni a színekkel, bárhova elhelyezhetitek. Vannak itt betűtípusok is, és készíthetek magatoknak sablonokat is. Például, hát igen, elég betegek a sablon neveim. Tehát ilyen azt a Counter-Strike-os videókán szoktam használni. Láthatjátok. Ilyet szoktam használni. És hát a szövegről azt hiszem, hogy ennyit. Itt láthatjátok, be tudjátok időzíteni minden. Nos, még van még egy fontos dolog, ugyebár a vágás. Ez senkinek sem könnyű. Érdemes ráközelíteni, a görgővel tudtok le-vissza felgörgetni. És van itt, hogy minél pontosabbak legyetek, minél jobban tudjatok a lényegre koncentrálni. Ezért végigvizitek az egész videót, és mondjuk itt kell egy közelítés nektek. Vagy itt éppenséggel egy vágás kell nektek, akkor rámentek így erre, és nyomtok egy sima S betűt. Tehát láthatjátok, semmi nehézkes nincs benne. Nyomtok rá egy S betűt, és kész. Na most nektek kell mondjuk ez a rész közelítve. Akkor ide mentek, nyomtok ide is egy S betűt, és láthatjátok, hogy itt van ez a rész, amit szeretnétek, hogy közelítse. Egyszerűen rámentek erre, és láthatjátok, hogy adta ki, ide rámentsz, és van itt ez a kis görgetés, és akkor láthatjátok, hogy közelít. Na most ti ezt, hogyha csak így random rá akartok közelíteni, akkor csak ennyi a feladatok, kiixelitek és rá van közelítve, de csak az a rész lesz rá közelítve. De ha szeretnétek valami komolyabbat, akkor el lehet játszadozni ezekkel a frémekkel. Például itt van ez. Ráthúzzátok, hogy hol is legyen. Itt ideig akartok közelíteni, igaz? Akkor itt ide tesztek neki egy új
frémet, és egyszerűen csak annyit csináltok, hogy rá közelítetek így. Tehát meg is mutatom, van egy sima videóm, és rá közelít, láthatjátok, ezzel le lehet játszadozni, bármi a kreativitásotokon múlik, hogy milyen videót szeretnétek, és hogy milyen minőségben, és milyen cuccokkal. Tehát itt van egy audio file. Ezeket egyszerűen könnyen lehet így némítani is, állíthatok itt is rajta, és mutolhassátok is, hogyha esetleg nincs rá szükségetek. Most zenét azt egyszerűbben tudtok alárakni, csak rámentek a komputeretekre, például nekem már itt van egy olyan, hogy zené aláfestés, és így szoktam a zenéket, hoppá, így szoktam a zenéket berakni, hogy megfogom, kiválasztom, és így csak a rárakom. Ezzel is el lehet szórakozni, tehát így ráközelítetek, és akkor láthatjátok, hogy hogy van a hang, hogy illesztitek be, még zene hová menjem. Ezzel is lehet szórakozni, ahogy nektek megfelel. És szeretnétek valamit lassítani, esetleg gyorsítani. Most ezzel nekem is mindig meg volt a problémám. Tehát ez is nagyon egyszerű, például innentől szeretnétek, hogy gyors legyen a videó, akkor itt nyomtok egy S betűt. Hoppá, ez jó hangos, ezt mutolom. Szeretnétek, hogy például idáig nagyon gyorsan menjen a videó, akkor egyszerűen annyit csináltok, hogy itt is nyomtok egyes betűt, és láthatjátok, hogy itt van az a rész, amit felszeltétek gyorsítani. Rámentek ide, fontos, hogy így, nyomtok neki egy kontrollt, és húzzátok visszafelé, és így szépen, attól függ milyen gyors, ez is a saját kreativitásotokra van bízva. És meg is mutatom nektek, gyors a videó, fel van gyorsítva. Most ez lassításnál ugyanúgy működik, annyi különbséggel, hogy előrefele húzod, tehát minél lassabb legyen, igen, így. És láthatjátok, hogy be van lassulva az egész, tehát ez csak ennyi. Tehát így már az alap, azt hiszem, hogy megvan, így a zenét, mindent itt különböző rétegeket tudtok létrehozni, képet is úgy kell bevágni, hogy létrehozol egy új videótracket. Most nem tudom, milyen képet vágjak be. De hogy megmutassam nektek, ezért keresek hirtelen egyet. Képek, mondjuk itt van egy ilyen wallpaper-ök, és mondjuk ezt a képet ide be szeretném vágni. Akkor láthatjátok, mire felül van, ezért ez lesz a lényegesebb. És ezt tudjuk mozgatni is, ahogy mi szeretnénk. Ahogy jobb, de hát ezt is be lehet állítani, hogy windscreen-es legyen. Tehát erre is csak rámentsz, proper times. Média, tehát ezt jegyezzétek meg, média és windscreen. Ez ilyen windscreen-es lesz, de nagy a felbontása, ezért ilyen másféle kezd, de a képet, azt mindig mindenféleképpen 1280x720-as képet vágjatok be ide. Például megmutatom, hogy az miért jó, mert nézzük is meg az én YouTube képeimet. Itt szoktam, ilyen mappákba szoktam tárolni. Például itt vannak a YouTube képek. És itt van a következő sorozatomnak az egyik képje. Ez lesz a következő sorozatomnak a képe. És például ide be akarom vágni, akkor ide beteszem. Mondjuk bár ez 1200x720-as kép. És tehát befedi az egészet, tehát erről csak ennyit. És mi van még, ami lényegesebb lenne? Tehát a renderelés, az is nagyon lényeges. A rendelésnél is nagyon oda kell figyelni a dolgokra. Tehát így kezdetben ennyi elég nektek, hogyha kezdő videósok vagytok úgy, mint én, akkor elég, ha annyit megtanultok. Ugyebár én már megtanultam a green screen-t is kezelni, meg ilyesmi, de én még nem foglalkozok azzal, mint teljesen kezdő videós vagyok. És itt kiválasztjátok, hogy ez nagyon fontos, kiválasztjátok az egész videótokat. De hogyha csak ennyit szeretnék lerenderelni, akkor csak ennyit választhatok ki. De a lényeg, így. Így kiválasztátok, File, Render, S. Tehát renderelitek. Itt egy kicsit, hát szarakodik a gépem, de mindjárt kiadja. És választhatok magatoknak ilyen favoritet. Ugyebár én ezt a YouTube-os használtam először, de mondtátok, hogy nagyon-nagyon rossz a minőség, és hát ezt már nem használom azóta, ki is használ minden. Inkább ezt szoktam használni, a HD, a 4-8 megabit hang, és jó, ez itt van a még jobb minőségű HD, de ugyebár ez minél többet foglal, és annál nehezebben rendelőre, és minél nehezebben tölti fel.
Én úgy gondolom, hogy ez is elég jó minőség, és ez is fog nektek tetszeni az ilyenféle minőség. Itt kiválasztátok, hogy hova szeretnétek feltölteni, adtok neki egy nevet, és lerenderitek. Ugyebár ezt én nem renderelem, mert ez egy úgy tutoriál, tehát ez nem kell. És azt hiszem, hogy így nagyjából ennyi lenne a vágása, tehát az S betűt jegyezzétek meg, a kontrollt, képet hogy vágtok alá, minden, és kezdetben ez teljesen elég lesz. Ha későbbben már szeretnétek még profiban, akkor ezt már nem tőlem kell tanulni, én is másoktól szoktam tanulni, és így kezdetben elég. Még lesz egy Photoshop tutoriálom, majd abban jelentkezünk. Ha szeretnétek még ilyen videókat, akkor írjátok kommentbe, iratkozzatok fel, és megadom a Skype címet is, ha esetleg valamit nem értetek, akkor hívjatok fel, és elmagyarázom. De ugyebár nagyon fontos, hogy nem mindenféle file típust lehet ide beilleszteni. Tehát én Bandicam-mel szoktam először Bandicam-mel vettem fel a videóimat, higgyétek el, nagyon rossz. Fú, nem lehet betenni a hangot, meg minden, elég ott rájönni, itt a Fraps-szel megtaláltam azt, ami kell, és Fraps-szel tényleg elég jó. Azzal láthatatok, hogy hanggal sincs gond, berakja, és mutattam nektek, hogy hogy kell igazítani a képarányokat is. De nagyon fontos, hogy hogy vegyétek fel, ugyebár én nekem 1280x1024-es felvétel van, mert másképp hülyén néz ki a monitoromon, de 1280x720 az a 16:9-es képarány, tehát azt használjátok, az lesz jó nektek. Most így előjáróban akkor ennyi, akkor még a Photoshop tutoriállal később jelentkezők, az talán egy kicsit hosszabb videó lesz, azzal lesz mit, azzal tényleg a kreativitásotokon múlik, és ez is, hogy hogy vágjátok meg egy zenét, hogy raktok alá a képet, hogy illesztitek alá, és hát ennyit tanácsolok nektek, hogyha kérdésetek van, írjatok, én Rákátrasz voltam, sziasztok!